A királyváros épített egy szakrális öröksége iránt érdeklődők könyvtára újabb kincsel bővült, a Szent István művelődési házban mutatták be Frigyik Katalin Székesfehérvár egykori és ma is látható szakrális kisemlékei és a hozzájuk fűződő tisztelet, a 18.-21. század című kötetét. Frigyik Katalin a Szent István Király Múzeum szakkönyvtárának néhai könyvtárosa még aktív éveiben kezdett el foglalkozni a szakrális kisemlékek gyűjtésével és megörökítésével. Ahhoz, hogy egy ember a saját lakókörzetében igazán otthon érezze magát, úgy gondolom szüksége van olyan tájékozódási pontokra, amelyekhez személyes érzelmekkel, emlékeink keresztül tud kötődni, és ezek, ha nem is mindig elevenen élnek az emlékezetében, de valahogy hozzátartoznak, és az életéhez, életének egy részét képezik. Ilyenek ezek a szakrális emlékek, és ezek a kis emlékek. Frigyik Katalin évtizedes kutató és gyűjtőmunka eredményeként tárta fel a város egykori és ma is látható szakrális kis emlékeit. Keresztek, feszületek, temetők, kálváriák, szobrok, domborművek, freskók, festmények sorát írta le, rögzítette fellelhető adataikat, gyűjtötte ábrázolásaikat, és részletesen beszámolt a város lakóinak hozzájuk fűződő tiszteletéről. Nem csak bemutatja és az ezekről szóló információkat közli, hanem tisztában volt azzal a szerző, hogy egy szekularizálódó korban élünk, ahol egyszerűen ahhoz, hogy az embereknek ne pusztán esztétikai élmény legyen egy-egy tárgy, hanem értsék a kultuszban betöltött szerepét, a vallási közösség életében játszott szerepét, ahhoz háttérinformációkat is kell adni. És Kati óriási nagy munkát fektetett abba, hogy ezt megadja. Az ebben az esztendőben elhunyt Frigyik Katalin kötete tiszteletet ad és kíván. Olyan emlékeket tárt fel és örökített meg, amelyek kiemelten fontosak a királyváros egykori és jelenlegi polgárainak, hívőknek és nem hívőknek egyaránt.